Jó estét kívánok a 60 Televízió nézőinek a kommentár mai adásában az oktatásról lesz szó, mégpedig arról az első fél évről, amely az általános iskolákban zajlott, és most már rövidesen központi írásbeli felvételi vizsga is lesz, és az első fél év eredményeinek is az átadása. Ez ügyben köszöntöm a Kodály Zoltán általános iskola igazgatóját, Jagodics István urat. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, szerkesztő úr! Én is nagy szeretettel köszöntöm a 60 Városi Televízió nézőit. És köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Igazgató úr, önöknél minden rendben volt. Általában az általános iskolákban is, ugyanis a tanév szokásos rendben zajlott. De ugyanakkor azért kemény szabályokat rótt az iskolákra is a koronavírus elleni védekezés, és hát biztos abból is van tapasztalat, hogy voltak osztályok, vagy esetleg érintett személyek, ahol sajátos módon kellett eljárnia az iskolának, az intézménynek. Mutassuk be akkor, hogy hogyan küzdöttek meg a koronavírus járványával itt a Kodály Zoltán iskolában az első fél évben. Hát igen, pont egybeesett a 2020-21-es tanév kezdete a koronavírus járvány második hullámával. Rögtön a tanévkezdés előtt az Emberi Erőforrások Minisztériuma már egy intézkedési tervet küldött számunkra, amelyben lefektette a járványügyi szabályokat. Ezt nekünk ott az iskolában a helyi arculatra kellett tovább formálni, és nekünk is meg kellett alkotni a járványügyi protokollt, amelyet beépítettünk iskolánk házi rendjébe. Melyek is voltak ezek a szabályok, amelyeket be kellett vezetnünk? Először is rögtön a belépéskor a gyermekeknél hőmérsékletet mérünk, illetve a pedagógusoknál és minden dolgozónál, valamint kötelező a kézfertőtlenítés. A maszkviselés az iskolai belső terekben kötelező, tehát folyosó, aula, illetve órán is ajánlott, valamint ebédlőbe is úgy mennek be, hogy maszkba, ott is fertőtlenítenek, illetve az udvaron is csak ajánlott. Sűrűbb szellőztetés a tantermekbe, ezen kívül a mosdó használatnál csak papír törlőkendőt, illetve saját törőközőt lehet a gyerekeknek használni, illetve meg kellett tartani a másfél méteres távolságot, amikor lehetett, ugye tanórán képtelenség megtartani, de udvaron ezt muszáj volt, illetve a folyosókon. Ezen kívül a páratlan szünetekben mindig a felső tagozat ment ki az udvarra, egymástól az osztályokat elkülönítve, míg a páros szünetekben pedig az alsó tagozat szintén őket egymástól elkülönítve. Tehát megpróbáltunk minden olyan szabályt betartani, amit javasolt az Emberi Erőforrások Minisztériuma. És én úgy gondolom, hogy sikeres volt ez a védekezésünk, ugyanis szeptember elején volt egy osztály, amely 4 napra karanténba került. Az egyik covidos kislány édesapja Németországba hozta magával a covidot. Azon kívül egy első osztályunknak az oktatási hivatal egy 3 napos rendkívüli tanítási szünetet rendelt el a covid miatt. Közben 2 kollégám volt csak, úgymond csak covidos, egyik az őszi szünetben, a másik pedig novemberben. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben a járvánnyal teli időszakban egy elég szép eredményt értünk el a védekezésünkkel. Igazgató úr, 3 új első osztály is indult a Kodályban. Az elsőseknek a első hónap ugye úgy szokott telni, hogy a szülők pátyolgatják, segítgetik a gyerekeket. Na most ez a Covid ezt is felülírta. Bizonyos szempontból az önállósodást viszont segítette. Hogyan sikerült az elsőseknek beilleszkedni az iskolába? Hát tartottunk tőle, hogy 72 gyerek, aki beiratkozott a Kodályba, édesanyja, édesapja nélkül, azt az első hónapot, amit mindig megengedtünk, hogy a gyereket bekísérjék az osztályba, esetleg még az órát is kifújják, megfésüljék, bekössék a cipőjét, mert nehezen megy a gyereknek, ez most nem történhetett meg. Ugyanis rögtön az első naptól szülő, sem első szülő, sem más szülő az iskolába nem léphetett be. Nagyon pozitív a tapasztalat, rendkívül pozitív, ugyanis a kisgyerekek, a 7 éves kis elsősök rendkívül gyorsan és nagyon jól megszokták az iskolai létet, a légkört. Semmi probléma nem volt a beilleszkedésükkel, úgyhogy szoktam így nevetve mondani, hogy hát ha Covidnek az egyetlen előnye, akkor az volt tulajdonképpen, hogy az elsősöket be tudtuk szoktatni az iskolába szülők nélkül, és sokkal gyorsabban ment, mint az a régebbi hagyományos időszakokban. Hogy ennek nagyon örülök.
Igazgató úr, szülőkkel való kapcsolattartás. Ugye nyilván erre azért szükség van. Most a hagyományos értelemben vett szülői értekezletek nem tudtak megtartásra kerülni. Hogyan tudtak kontaktot építeni a szülőkkel? Osztályfőnökök, osztályok, ön? Mivel szeptember elején még nem volt olyan erős a COVID második hulláma, ezért meg tudtuk oldani, hogy minden osztály külön-külön iskolánk aulájában egymástól 2-3 méterre ülő szülőkkel maszkban a szülőértekezleteket meg tudták tartani. Tehát volt egy személyes kontaktus a szülőkkel az első héten, ott be is fejeződött, azóta nincsen. Tulajdonképpen javasoltuk a krétába való kapcsolattartást, kréta felületén a szülőkkel, illetve vannak osztály Facebookok, ahol a szülők tudnak egymással, illetve tudnak a pedagógusokkal is érintkezni. Bár nem volt szükség az online oktatásra, de nyilván az iskola ez ügyben is fölkészült most már ezzel, ugye már hogy volt tapasztalat mögötte. Azt hogyan értékelte akkor, amikor online oktatás volt? Amikor online oktatás volt, mi minden héten a nevelőtestület egyik nap, tehát általában csütörtök délután mindig zoomoltunk, és megbeszéltük egy másfél órába az online oktatás tapasztalatait. Ugye mindig, minden héttel gazdagabbak lettünk tudásba ezzel kapcsolatban, de rendkívül örültünk, hogy miniszterelnök úr, az operatív törzs azt mondta iskola indulásakor, hogy nem fognak uniformizálni, tehát még egyszer ez, ami volt tavasszal, hogy bezárnak minden iskolát, az nem fog megtörténni. Tehát csak abban az esetben zárnak be egy-egy iskolát, ha nagyon erős a COVID-fertőzöttség, illetve osztályokra fókuszálnak, ott, ahol van COVID-os egy osztály volt, az osztály kerül a karanténba. Nálunk erre nem volt szükség, tehát mi rendesen nappali rendszerű oktatással tudjuk befejezni hamarosan az első fél évet, ugye, amely január 22-ig tart, és a hagyományos módon tudjuk a gyerekeket értékelni. Tartunk egy osztályzó értekezletet 25-én, ahol mind a 8 évfolyam tanulóinak a magatartás szorgalomjegyét megbeszéljük, ezután, vagy előtte még lezárják a tanulókat a pedagógusok minden tantárgyból, és az értesítőket pedig január 29-én pénteken fogják a gyerekek készhez kapni, két példányban kinyomtatva a krétából, mind a kettőt hazaviszik, egyiket aláíratják és visszahozzák az osztályfőnöknek, a másik pedig ott van a családnál, a szülőknél. Tehát minden úgy zajlik, mint eddig, hála Istennek. Igazgató úr, azért számos tanulmányi verseny, meg sok-sok érték meg szokott mutatkozni a Kodályban. Ugye láttuk őket szeptemberben a vasútállomás megemlékezésén, milyen remek beszél, botműsort adtak, láttuk karácsonykor. Ezek a dolgok hogyan tudnak működni így, hogy most nincsenek tanulmányi versenyek, ugyanakkor a tanulók szinten tartása, érdeklődési köré ki kell elégíteni ezeket az igényeket. Hogyan tud az iskola helytállni most ebben a megszorító intézkedésekkel teli világban? Hát bizony, sajnos ez a része sérült a rendszernek. Nekünk általában egy ilyen 6-8 oldalas havi munkatervünk volt mindig, tel is tele tanórán kívüli tevékenységekkel, programokkal. Ez 3-4 oldalasra szűkült. Tulajdonképpen elsősorban nevelünk és oktatunk tanórákon az iskolában. Olyan szakköröket nem tarthatunk, ahol a gyerekek keverednek a különböző évfolyamok, tehát egy 5-es, egy 7-es, meg egy 8-os együtt van, olyan nem lett. Nincsenek sportszakkörök. Tulajdonképpen a felvételi előkészítő a középiskolás, ami jól működik, de ott homogén csoportok vannak, ugye azok a tanulók mennek felvételi előkészítőre, akik egy osztályt alkotnak mindig. Tehát ez igen, sajnos az a színes paletta, amit mi mindig bemutattunk, kodályosok, az nem működött. Volt még az a szeptemberi városi műsor, illetve egy nagyon kicsi, rövid karácsonyi műsorunk volt, ami általában másfél órás. Most egy 10 perces volt, 15 perces volt. Igazgató úr, a zenei nevelés, mert ugye nyilván a Kodály Zoltán nevet nem is véletlenül viselik, egyébként pedig folyamatos. Ezt a szint, hogy mutathatnánk be, mondjuk akik leendő elsősök lesznek, mert már arról is beszélgettünk, ha nem is a mai adásban, hogy lesz majd beiratkozás is az iskolákban. Így van. Egyelőre nem azt fogjuk bemutatni, ami most van, mert reméljük, hogy az nagyon hamar egyszer csak véget fog érni. Hát rengeteg olyan régebbi anyagunk van, ahol be tudjuk mutatni iskolánk
minősült énekkarát, ugye, aki két évvel tavaly Budapesten egy nemzetközi kórusfesztiválon ezüst minősítést szereztek. Nagyon, nagyon tehetségesek, ügyesek. Most javaslatra, ugye a Hatvani Tankerületi Központ javaslatára, illetve a Klebersberg Központ javaslatára, nagyon kell figyelni az énekórákon, hogy kevesebb legyen az ének, ugye ne kerüljön a levegőbe ugye annyi gyerekek által ki lehet levegő, és inkább a zenehallgatást, a zeneelméletet javasolják, de azért természetesen a gyerekek azért énekelnek is énekórákon. Tehát ez a része is most úgymond sérült a dolognak, de ha visszáll a rendszer, ha a járványügyi szabályokon már lehet mérsékelni, akkor úgy gondolom, hogy ismét teljes gőzzel előre a kodályba, és szeretnénk azt a szintet továbbra is tartani, ami miatt ilyen sokan választották a kodályiskolát, ugye az idén is több mint 70 elsős iratkozott be. Kollégáim hajlandóak rá, ők is alig várják, hogy véget érjen a járványügyi helyzet, és a régi módon neveljük, a régi módon oktassuk a gyerekeket továbbra is a kodályba. Hát, ha már szóba kerültek a kollégák, ugye sajátos helyzetben kellett helytállniuk, azért az értékelésükről sem feledkezzünk el, hogy megköszönjük a munkájukat, de hogyan épül fel a Kodály iskola szakmai gárdája? Teljes körű a szakos ellátottság, minden rendben van. Hány gyerek van, hány pedagógus van? Jelenleg 406 tanuló van a Kodályban. Ők 18 tanulócsoportban tanulnak. Első és 8. évfolyamon 3 párhuzamos osztályunk van. Az ő munkájukat 34 pedagógus segíti. A szakos ellátottságunk teljes. Erre büszke is vagyok. És a kollégáim mind a tanórai tevékenysége, mind a tanórán kívüli tevékenysége példaértékű. Tehát ugye mi azt mondjuk, és többször elmondtam itt a műsor, hogy minden gyerek tehetséges valamiben. Az a mi feladatunk, hogy találjuk meg bennük a tehetségcsírát, és azt ápoljuk, bontakoztassuk ki. És ezt minden kollégám és az újak is, akik jönnek be a rendszerbe, magukévá tették tovább. Igen, hát a színvonalat alá tudjuk támasztani, hiszen szemtanúi és fültanúi is vagyunk ezeknek. Igazgató úr, viszont akkor, ha már voltunk az elsőseknél, meg különböző osztályoknál, akkor jöjjenek a nyolcadikosak, akik rövidesen megmérettethetik magukat, ugyanis a felvételi központi írásbeli vizsgára sor kerül. Ugye a híradásokból hallhatjuk, hogy nincs akadály, csak bizonyos szabályokat be kell tartani. 60-ban a Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium hivatott arra, hogy a központi írásbeli vizsgát megtehesse. 8. osztály hogyan áll a startvonalon? Hát már térdelő rajt helyzetben vannak, ugyanis 2020. december 4-éig kellett jelentkezni a központi írásbeli felvételi vizsgára, és most már eljött az idő, pont jövő héten szombaton, azaz január 23-án délelőtt 10 órakor a gyerekek megírják a központi írásbeli felvételit. Ezt 60-ban két helyen, a Bajzába is, ahogy szerkesztő úr említette, illetve a Széchenyibe is. Igen, de a Bajzáróban most több információ. Ott tudom, hogy ott 340 tanuló fog központi felvételit írni, és be kell tartani a járványügyi szabályokat, magyarul egy tanteremben maximum 10 tanuló írhat felvételit. A tanárok maszkban fognak felügyelni, a gyerekeknek pedig ajánlott a felvételi írásbeli a maszk viselése. 45 perces magyart írnak, majd egy szünet után 45 perces matematikát. Tehát tulajdonképpen ami változik, az csak annyi, hogy be kell tartani úgy a járványi szabályokat, mint az érettségén kellett valamikor. Mik egyébként a tapasztalatok az elmúlt évekből, hogyan állják meg a kodályos gyerekek a középiskolai dolgaikban a helyüket, illetőleg teljesül az álmuk, tehát oda veszik fel őket, ahová jelentkeznek általában, ez a tapasztalat? Most ebben a covidos világban először rendeztek egy olyat, hogy országos pályorientációs mérés, ami azt jelenti, hogy egy elektromos felületen a gyerekek ott regisztrálhattak, és különböző válaszokat adtak pálya választással kapcsolatos kérdésekre, és ebből meg tudták állapítani, hogy a gyermek milyen orientáltságú, milyen fajta középiskolát ajánlanak a számukra. Megkönnyítette ez a gyerekeknek a pályaválasztását.
Na most tudni kell az iskolánkról, hogy a kompetenciamérés eredményei mindig nagyon jók, országos átlag felett jóval. A megyei iskolákat is megelőzve, sokszor illetve budapesti iskolákat, tehát büszke vagyok erre is, hogy ilyen kompetenciamérés eredményeink vannak a kimenetkor. Most elsősorban a 8. évfolyamra fókuszálok. Ugye az idén a Covid miatt elmaradt a kompetenciamérés, gondolom az idén már meg fogják valamilyen módon tartani. A legtöbb tanulónk gimnáziumba szokott jelentkezni. Itt is a Bajza a legnépszerűbb a tanulóink körébe, valamint a Széchenyibe is előfordulnak tanulóink is, néhányan a Viszibe is. Kevesen választják a környező gimnáziumokat, tehát Berzét, Aszódot, esetleg Egerbe, Dobó, Szilágyi is előfordul, de lokálpatrióták, hogy maradnak 60-ban és itt folytatják a tanulmányaikat a diákjaink zömmel, aminek én megmondom őszintén, hogy nagyon örülök és támogatom is. Igazgató úr, ha már megvolt a felvételi, akkor nyilván bármi miatt előfordulhat, hogy nem tud elmenni a tanuló, tehát pótfelvételire is sor kerül. Illetőleg vannak olyan dátumok, amikor megkapják az eredményt. Ezekről az időpontokról, dátumokról mit lehet tudni? Január 28-án, csütörtökön délután 2 órakor lesz a pótló központi írásbeli vizsga. Azoknak a tanulóknak, akik bármilyen nyomós indok miatt nem tudtak részt venni a 23. központi írásbeli felvételén. Ezután február 8-áig azok az intézmények, ahol a gyerekek megírták a központi felvételit, a tanulóknak elküldik a felvételi írásbeli vizsga eredményét. És jön akkor a tovább tanulás része, február 19-éig pedig a választott középiskolákba el kell küldeni a jelentkezési lapot, illetve a tanulói adatlapokat. Tehát osztályfőnököknek, a nyolcadikosoknak most kontakt kell szülővel, adminisztratív munka van, tehát nem kis feladat lesz. Például a Kodályban most a héten a nyolcadikos osztályfőnökök fölveszik a kapcsolatot online módon a szülőkkel, és így közösen tudják majd kitölteni a felvételi adatlapot. Tehát mivel nincs személyes kontakt, így meg tudják oldani a ilyen segítségadással a továbbtanulási lapoknak a kitöltését, adatlapok kitöltését. Igazgató úr, sajátos világ most az oktatásra, azt hiszem ez a Covid, és tényleg nagyon sok mindent meg kellett tanulni, és együtt kellett működni. Nem volt egyszerű, bízunk benne, hogy már jó ütembe haladunk afelé, hogy visszaálljon a tanév abban a rendben, ami az iskola lüktetése és élete, és valóban az értékeknek a kivitelezése is megtörténik. Én nagyon köszönöm, hogy itt volt és elmondta nekünk a fél év értékelését. Hát munkájukhoz kívánunk kitartást, jó egészséget és hát sok örömet, mielőbbi visszatérést. Köszönöm szépen, és még ha egy utolsó gondolatom lehetne, természetesen szeretném megköszönni a szülők türelmét, a szülők segítségét, hogy így az online oktatás folyamán is mellettünk állnak. Nagyon nagy segítség ez számunkra. Illetve szeretném megköszönni a pedagógusoknak azt az áldozatos munkáját, amellyel ebben a járványügyi helyzetben bevállalják a nappali rendszerű oktatást. És még egyszer köszönöm a 3-8-os osztályfőnökömnek, hogy ilyen alapossággal készítik elő a gyerekek továbbtanulását. Úgyhogy köszönöm szépen. Együttműködés nélkül nem megy, ezt pedig csak együtt fogjuk tudni leküzdeni és legyőzni, összetartva jó munkatársként és jó emberekként. Azt hiszem csatlakozunk a ön által elmondottakhoz. Szoktam egy példát mindig mondani az egyik magyar filmben, Ripacsokban, mikor a Varas Dezső és a Kern András egy nadrágba táncolnak, és azt énekelik, hogy egyedül nem megy. Nekem is ez a filozófiám. Egyedül nem megy, csak összefogva. Így van, legyen ez a végszó. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, önök az elmúlt percekben Jagodics Istvánt hallották, a Kodály Zoltán általános iskola igazgatóját. Én köszönöm, hogy velünk voltak. Köszönöm a szülők együttműködését, a gyerekek együttműködését. Vigyázzanak egymásra és önmagukra is, és maradjanak továbbra is a 60 televízió csatornáján. Viszontlátásra!